Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntjük Önt. Az nagyon jó, köszönöm szépen. Hallják, ugye? Nem. Tehát vagy nagyon vigyáztak ránk az őrző angyalok, védőszentek, vagy elengedett minket a rendőr. No, szóval, nehogy futballistát lássanak rajta, hanem rögtön lássák, hogy művész vagyok. Az első szülött fiút illik felajánlani papnak. Ezt nem tudom, hogy hányan tudják. Tehát keresztelőkor illik felajánlani papnak. Uram, vidd, ha akarod. Na most, oké, már nem futballista vagyok. Se a sor elejére nem állunk, se a sor végére. Elől pofán vágnak, hátul valóban rúgnak. Szabasz! És például Szent Iván álom, és kérem szépen, akkor, hát ismerős ez, ugye? Gyerek valamit mondani akar, el kell sötétíteni, lehúzni, becsukni, minden. Fidesz et ráció. De mondom, ráadásul én egy olyan jehovista vagyok, aki megtalálta a világ végét. Jaj, hát aztán tényleg a vicces, meg furcsa, meg minden. Hát ki, bejött a pánsopom, nagyon megvert. Az Enzbruderbe, a díszterembe behívott, nagyon megvert. De úgy, kamasz gyereket úgy megverni, az nagyon kemény. Édesapa is megérdemlem. Mert ő elfáradt, ütött, és vett egy levegőt. És akkor mondtam, hogy édesapa, nyugodtan is megérdemlem. És akkor megszólalt bennem valami, és akkor, vagy valaki, vagy hát igen. A tovább tanulás miatt beléptem a KISZ-be. Ezúton is bocsánatot kérek, már meggyóntam. Jézus Mária, meggyőtt a Pesta, Istenem, meggyőtt a Pesta, mondta a nagyanyám. De például ő úgy halt meg, hogy effektív megjelent neki az Isten. Igened legyen igen, pozitív. Nemed legyen nem, negatív, pozitív. Minden más eset rossz. Ez még matematikailag is igaz. Tehát hogy kell érteni azt, hogy nemed legyen nem? A kegyelemre mondja, vagy a, bocsánat, igened legyen igen. Mert megkérdezte először, hogy ki milyen állapotban van az Istennel. Úgy osztott szerepet, és rám osztott a legnegatívabb szerepet. Miért? Pász, akkor lehet neki mondani, most netköz, most izér, most fiú a lány-lányod. Mindenben van, csak siker legyen mondani. Én vagyok a gyilkos, szavaztak. Hát le kell vetni a gyilkost, a nehéz szerepet le kell vetni a diszt, a jelmezzel együtt. Addig nem tudtam levetni. Addig mindig kivittem magamba a éjszakába. Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Nem is értem, hogy föl se tudjuk fogni, hogy micsoda kegyelem napi szent misére menni. És szent áldozáshoz. Föl se tudjuk fogni. Én már tudom, én már nem élnék. És mi vagyunk a szemetek, a hülyék, a fasiszták, a nacionalisták, mert Istenre épül végre az alkotmányunk. És hogy a házasság férfi és nő természetes szerelmi kapcsolata. Hát 2004. december 5. Az ország 62%-a el se ment. El se ment. Nem vagyok Fidesztag, be kellett menjek a Fideszbe, mert kicsibe voltak este a gyereke. Mondom, örüljetek. Hát van 1.300.000, aki igent írt be. 1.200.000 meg nemet. Hát van 1.300.000 ember, akinek rendben van az identitása. Tudjátok, ez mekkora dolog? Hát a kereszt alatt kettőnek volt rendben az identitása. Az Isten adja a lehetőséget. Én függetlenre soha nem szavazok. Hát ha ő nem tudja, hogy kicsoda, akkor én hogy? Független vagyok. Ezt mit tudom én, hogy majd kiveszi meg? Független. Mitől? Hát levegőt csak veszel, nem testvér? Na, hogy veszek, különben nem élnék. Na, érzed, hogy létezel? Hát akkor kell, hogy legyen egy léteztetőd. Na, az kicsoda? Na, ez egy jó kérdés, keresd. A pirosok, meg a nemzeti tarkák meg azt mondják, nem vagyok, aki vagyok. A kékek, az aberalisták, a nihilisták, a független, szürkék, meg nem, globalisták, meg tarka, aberálisok, szivárványosok, meg azt mondják, nem vagyok, aki vagyok. És mennek után. Hát már a gyerek irodalomban megrontják a gyerekeket.
Nem is veszik észre sokan. Például nálunk tilos volt a gyereknek venni Barbie babát. Miről szól a Barbie baba? És egy ilyen nyújtott fitness lény az idol. Mikor kerül bele karácsony, amikor a kis Jézus helyére egy Barbie baba? Na ott ördögűzést kell már kérni. No de ilyen aberált, anorexiás fitness lényé. Épp most nézem, hogy az Oscar-díj osztásnál szóval nem tudni a nemét. Ó, de kár! Mikor Oscar-nak hívják? Nem vagy férfi, hanem vagy ilyen. Az Isten a saját képmására teremtett az ember férfinak. Miért nem lehetett? Testvérek, ide jönni! Itt az Antikrisztus! A háború már folyik. Nagy csata lesz. Nem tudjuk, hogy a Jóisten fehér vagy vörös vértanúságot kér tőlünk. De hogy az unokáink vagy a gyerekeink egy más világban nőnek föl, abban biztos vagyok. Ötödik parancs, ne ölj. Hogy? Igen. Közben lopjátok az aranyat, mármint az olajat. Hát gondolják meg, hogy van ez a Bibliában. Aki önök közül hisz a reinkarnációba, vegye fel a betegek szentségét, amíg nem késő. Ez volt az én. Szegény nagyanyám mindig azért imádkozott, Jézus Mária világosíts meg elméjét. Tehát, én mindenkit úgy szeretek. Igen? És milyen törvény alapján? Hát csak úgy. Minden izmus az egoizmusból ered. Lásd, bolsevizmus, liberalizmus. Bolsevizmus, szocializmus, liberalizmus. Bolsevizmus, liberalizmus, nacionalizmus. Nacionalizmus, fasizmus. Fasizmus, globalizmus. A racionalizmus. Nacionalizmus, fasizmus, aberalizmus, globalizmus, nihilizmus, relativizmus. Ez most dúl. Normális vagy te, Szamóc? Hát persze, hogy a neurológiára kerültél. Dehogy. Mivel küldeném minket haza, vagy mi lenne? Egy versen. Tudom, hogy erre... A versen kívül esetleg van valami gondolat, amit még szerettél volna megosztani velünk. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már akkor, ha kisült, már ideféle. Nikodémus, miket nem mondasz, rabbi testvér? De én ma pont egy tized rózsafűzét minden nap elmondok, Ferenc testvérér is. Lásd a Jézus Krisztus szuperstár. Nem is az a cím, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Igen. Köszönöm a türelmet. Úgy legyen.